Napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, ez az ötös, az első óra élőben megy, a második óra felvételről, a felvételt egyébként ma reggel készítettük. Vendégem pedig a stúdióban egy, lehet azt mondani, mert régóta ismerem, konzervatív úr, de a szó jó értelmébe vett konzervatív úr, dr. Kós Ferenc, aki egyébként, na, dr. Kós Ferenc, jó napot kívánok, köszöntöm. Tiszteletem, szerkesztő úr. Szóval, Kós Ferencről azt kell tudni, hogy az újabban a hírekben elhíresült Szigetszen Miklósi battyányi Kázmér Gimnáziumnak az alapító igazgatója, 1990-től létezik ugyanis az intézmény, ő volt az első igazgatója, 16 éven keresztül vezette az intézményt, gyakorlatilag lehet tényleg mondani, hogy nevéhez fűződik a most elhíresült iskola ö, megalapítása, elindítása, létrehozása, és én ezzel is szeretném kezdeni. 1990 a rendszerváltás éve ugye, ami addig volt, ahelyett más következett, el kellett találni, hogy mi történjen. Milyen gondolatokkal indított el az iskolát? Mást kellett csinálni. Ezt tudni kell azt, hogy én 20 éves korom óta foglalkozom nevelés történettel. 25 évesen doktoráltam belőle. Pontosan ismerem, e, hogy a régi alázatosan jelentem, levéltári anyagot használtam föl, tehát 100 oldal szöveg és 20 oldal lábjegyzet volt. Na, és ki is tekerték volna a debeceni professzorok a nyakamat, ha nem úgy csinálom. De hát nálunk azért ez, ez megvolt. Na, no, szóval a lényeg az, hogy tudom, hogy mit csináltak a régi iskolákban jól. És nem volt egy futós téma 67-ben, mert Tisztántúli református iskolák történetét dolgoztam fel, tehát nem az útörő szövetségét. Viszont azt tudni kell, hogy a legsárosabb Tisztántúli falu papja is külföldi egyetemet végzett. Tehát ezek okos emberek voltak, és próbáltak a népen segíteni, amennyire egy feudális körülmények között lehetett. Na most, amikor ö, a város kezdte építeni ezt az épületet. Szabályosan mondom, ráhajtottam, ami könnyű volt, ma a régi undokok már nem, az új undokok még még nem. Tehát egy ilyen légüres térbe csúsztam be pályázattal. Kértek egy pályázatot hatosztályos gimnáziumra, és szerintem a gyerekek becsapása, meg két évet elvesz. Én nyolcosztályos pályáztam, tíz oldalt kértek, én száz oldalt adtam be. Na, no, így lettem igazgató. A lényeg. Mindenki azt a tárgyat tanulja, ami neki kell a továbbtanuláshoz. Ezzel szemben van a levegő, ami nem tantárgy, az idegen nyelvek és a számítástechnika. Nagy óra számba kezdtünk nyelvet tanítani, úgyhogy 14 évesen a 800-as beszélték a nyelvet, lehetett külföldi kapcsolatot csinálni velük, és csináltunk is rengeteget. A milyen nyelvek? Mert tudom, hogy angol, francia, német. Igen, de és mi... latin. De, és latin, és még akkor láttam egy tanárnőt, aki latin, portugál, német, ha jól emlékszem. Igen, hát a portugált nem tudja használni. Portugál szakkörünk volt, meg volt ógörök szakkörünk, ezek elsorvadtak, de a lehetőség, sőt, Oroszul is meg lenne a lehetőség. A másik volt a számítástechnika informatika. Na most a számítástechnika informatikát is beindítottuk, és pontosan a citazoli, még tanárként szerezte meg az ECDL vizsga hely lehetőségét. Ez egy nemzetközi valami, és én nem tudom pontosan, ő elmagyarázta nekem, én megértettem, utána annyit mondott, hogy Feri itt írd alá. És ezzel elindult a dolog, és a gyerekeink megismerkedtek a számítás indikának egy adott szintjével. Na most a <kül> amerikai tanárokkal kezdtünk. A második tanévtől lett eh, tanárunk a királynő cserkészet címet viselő Mike Kruisenk, aki később lesofírozott bennünket Dél-Olaszországba, mert latin nyelvű műsort adtunk egy Horáciusz fesztiválon. Latin tanárom kiváló latin ö, beszéddel ö, tette híresé a magyar iskolát. Na most, 92-ben vettük fel a Batyáni Kázmér nevet. A csanádi püspök áldotta a zászlót, és a konferáló kislány Juhán Szülit kormány volt, kiváló társaság, Batyáni Gróf is ott volt, Németújváról, és a felesége kötötte fel a az zászlókra azt a szalagot, hogy fidelitát fortitudine fortitudine hűséggel és bátorsággal aztán megindultak a külkapcsolatok, Németországba több helyen, Marienheide, ez Köln